Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Takács Anasztázia vagyok, a PPH egyik vezetője. Takács Jácint vagyok. Én is a szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű vezető házaspárja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem, hogy ez nem gond senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtt vállalkozóként kereskedelemmel foglalkoztam, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Itt élek a családommal Kondorfán az őrségben, feleségemmel és két gyermekünkkel, egyébként 6 gyermekünk van és 4 unokánk. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert az interneten rátaláltam Szedlacsik Miklós előadásaira, amelyek nagy hatással voltak rám, és mivel én is hasonlóan gondolkodtam, vagy hasonló elképzeléseim voltak, mint amit Szedlacsik Miklós az előadásaiban megemlített a jövővel kapcsolatban. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító képzései által az életemben jobban tudok bánni magammal, a párommal, a szüleimmel, gyermekeimmel és másokkal. A tudás által növekedett az önbizalmam, határozottabb lettem. És van egy világos, határozott, pozitív jövőképem. Szedlacsik Miklós olyan nemes célt mutatott nekünk, amellyel nem csak magamnak, a családomnak, a nemzetünknek, hanem az egész emberiség számára egy jobb, boldogabb, szeretettelibb életet valósíthatunk meg. Én a PPH előtt könyveléssel foglalkoztam, egy saját könyvelőirodám volt, tehát én is vállalkozó voltam. Majd természetgyógyászként foglalkoztam tovább az emberekkel. Jelenleg már én is a PPH tanulói csapatszervezéssel foglalkozom. Itt élünk, ahogy Jácint mondta, Kondorfán, 6 gyermekünk van és 4 unokánk. Én azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert ugye természetgyógyászként az emberekkel, ahogy foglalkoztam, kerestem valamit, amivel hatékonyabban tudok segíteni az embereknek, illetve saját magamnak is, hogy ami adódik problémánk, illetve másoknak adódnak problémáik, azokat hatékonyan tudjam megoldani, mert hát nagyon nem volt mindenre megoldásom, akkor sem, hogyha nagyon sok tanfolyamot elvégeztem. Tehát tudtam érdemben segíteni, hiszen nem volt a kezemben egy olyan eszköz, egy olyan módszer, amellyel megfelelő tudást adhattam volna ahhoz az embereknek, hogy ők változtatni tudjanak tulajdonképpen a gondolkodásmódjukon, mert minden betegségük abból fakadt, ugye tudjuk, hogy minden betegségünk lelki eredetű, azt pedig ugye a gondolkodásmódunktól függ, hogy az élethelyzeteinket hogyan kezeljük, vagy amilyen konfliktusaink lesznek, azokat hogyan éljük meg, igen, köszönöm szépen. És amikor Jácint megmutatta nekem Szedlacsik Miklós előadásait, és elkezdtünk tanulni, akkor jöttem rá, hogy egy nagy kincset kaptunk a kezünkbe, hiszen ilyen tudást és ilyen gyakorlatba alkalmazható tudást, gyakorlati lehetőségeket, mert hogy nem csak tanulunk, hanem ezáltal tudjuk segíteni az embereket, azokat is, akik itt tanulnak. Ugye mi már vezetőként egy kisebb csapattal is rendelkezünk, és nagyon-nagyon jó érzés, amikor tudunk nekik segíteni, és ezáltal az ő életük is jobbá válik. Tehát én boldogan mondhatom azt, hogy itt a Nyílt Akadémián megtaláltam azt, amit kerestem, úgyhogy innen már nem megyünk tovább, mert nem kell keresni, hiszen itt minden élethelyzetre megfelelő tudást, megoldást, módszert kapunk. Hát ennél többet mi sem tudunk átadni másnak. A képzések által a saját életem is egyre jobb lett, egyre boldogabb, a párkapcsolatunk is egyre harmonikusabb, annak ellenére, hogy nem mondhatom, hogy rossz volt a párkapcsolatunk,
de mindenki életébe eljön az a kis szürkesség, amikor már a napok olyan egyformának tűnnek. Na, ez most nem jellemző ránk, tehát a párkapcsolatunkra sem, illetve az életünkre sem, mert folyamatos nyüzsgés, folyamatos, hát egy színes életet élünk azáltal, hogy nagyon sokféle embert ismerünk meg, és szerencsére sok embernek tudunk segíteni most már. És ez is nagyon jó. Igen? És ami a legfontosabb, hogy stresszmentesen tudjuk ezt megtenni. Igen. Tehát ugye előtte is vállalkozók voltunk, most is így van ez, és azt tudtuk elérni, hogy elnyomásmentesen élhetünk. És ugye, ahogy Szedlacsik Miklós tanítja, ugye elnyomás alatt nem nagyon lehet fejlődni, és talán nekünk ez azért sikerül ilyen jól, mert nem szenvedünk elnyomást, és így nagyon boldogan lehet élni. És talán a legjobb érzés az, hogy mára már elértük azt, hogy a saját családunkban a gyermekeink is kérnek tőlünk tanácsot, mert ugye először azért nem jól fogadták azt, hogy mi itt elkezdtünk tanulni, de most már ők is itt tanulnak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon jó visszajelzés, hogy amit csinálunk, az jó, hogy ahogy beépítjük a tudást az életünkbe, ahogy élünk, ahogy az életünket éljük, az jó példa és jó minta számukra is. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi őt a földbolygón. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével a szervezetünk 4 területen ért el piacvezető pozíciót, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ezt egy kicsit beszélnék erről, hogy hogy egy kalap alá hozta az anyagot és a szellemiséget, de szerintem ez sokan nem biztos, hogy úgy értelmezik. Ez alatt azt értjük, hogy a tevékenységünket vállalkozóként végezzük a PPH-nál, és tulajdonképpen egy olyan tevékenységet végzünk, tehát a munkánk olyan, hogy az embereknek abban segítünk, hogy az ő életük megváltozzon, ami azt jelenti, tehát hogyha az emberek egyre boldogabban tudnak élni. Tehát nem tudom, hogy kinek milyen munkája van, de akár cégvezetőként vagy alkalmazottként kiélheti azt meg, hogy más emberek, tehát abban segít másoknak, hogy azáltal az ő élete boldogabb legyen, könnyebben meg tudja oldani a problémáit, és ezáltal szeretetteljesebb életet tudjon megvalósítani. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Eddigi életem során még nem találkoztam Szedlacsik Miklóson kívül olyan céltudatos, elkötelezett emberrel, aki felelősségteljesen felvállalta volna, hogy neki ez a célja és a feladata. Hogy olyan tudást adjon át az emberiség számára, amellyel képesekké válnak aranykori módon élni, és ehhez van megfelelő tudása, megoldási terve és módszerei. Egy olyan egyedülálló, komplex rendszer dolgozott ki, amely lehetőséget nyújt az önfejlődésünkre, az ember és az élet ismeretének elsajátítására, a tanultak gyakorlására, beépítésére az életünkbe, és a megszerzett tudás továbbadására is.
Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklóst, mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Mennyire vagytok elégedettek? Tehát ami most van a világban, ami most itt van mondjuk Magyarországon, vagy bárhol, ahol vagytok a világban, avval mennyire vagytok elégedettek? Nem igazán? És merre felé megy a dolog, tehát úgy értve, hogy szerintetek jó irányba haladnak a dolgok? Tehát így a világunkban jó irányba haladnak? És nem kellene valamit tenni annak érdekében, hogy jobb irányba haladjanak a dolgok? Ugyanis ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön, nem? Vagy rosszul látom? Pillanat, mert nem találom magamat. Hova lett a Skype? Meg vagyok? De én magamat nem látom. Jó, mindegy, de én nem látom magam. Ez van. No, szóval, mondom, ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rosszul eluralkodik a Földön. És a jó emberek, én úgy látom, mintha azt gondolnák, hogy hát majd valahogy kívülről megoldódik ez a kérdés. Mármint milyen kérdés? Hát, hogy jobb legyen. Csak egy olyan, vannak ilyen fontos szabályok, amit az embereknek tudniuk kellene. Például olyan szabály, mint amit az imént mondtam egyet, hogy ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. De van más szabály is. Például olyan, hogy itt az elmúlt 4000 évben hányszor oldották meg az emberiség helyett bármilyen külső lények a dolgokat? Nem. Akkor hányszor történt az, hogy mondjuk a jó emberek hagyták, hogy az elnyomók azok fölülkerekedjenek, és ezáltal, mit tudom én, mondjuk háborúk legyenek. Hányszor voltak ilyenek? Vagy akár nagy háborúk. És gondold végig, hogy a jó emberek azok valahogy így azt gondolják, hogy nem tőlük függ az emberiség sorsa. Az emberiség nagy része az jó ember. 80%-a. Ez tényleg így van. Ugyanis a 20%-a az elnyomó. Na most az elnyomók azok nem jó emberek. Tehát az elnyomóknak van egy ilyen kényszerképzetük, hogyha más boldogul, akkor nekik az rossz. A szociális embernek meg van egy olyan képzete, ami valós is, hogyha más boldogul, az neki is jó. Érted? Tehát ez lényeges eltérés a kétféle ember között, a szociális ember és az antiszociális ember között. Hogy a szociális azt gondolja, hogy az jó, ha más boldogul, mert az neki is jó. Az antiszociális meg azt gondolja, hogy ha más boldogul, az neki rossz. Ezért mit csinál az antiszociális ember? Elnyomja azokat, akik boldogulni akarnak. És egy ilyen világba érkeztünk, ahol az antiszociális emberek kerültek többségében hatalomra, szerte a világban. És az azt jelenti, hogy az antiszociális emberektől ne várd, hogy majd a szociális embereknek jobb lesz. Sőt, minden megtesz az antiszociális ember, tehát az elnyomó, azért, hogy a szociális emberek ne boldoguljanak.
tényleg egy ilyen kényszerképzetük van. És akkor ez kisebb-nagyobb mértékben igaz, ami azt jelenti, hogy nem egyformán van ilyen érzés bennük, van akiben kisebb ez az érzés, van akiben nagyobb az érzés, hogyha más boldogul, az neki rossz. És ez van, hogy egyre több és több hatalomban lévő ember az antiszociális indítatású és nem szociális indítatású. És az emberek ezt nézik, sőt, megválasztják akár az antiszociális indítatású embereket. Tehát, ugye nekem vannak olyan különleges képességeim, ugye föl tudnám sorolni, hogy mik ezek, nem húzom vele az időt, de van egy olyan képességem, hogy kapok információt fentről. Mit jelent az, hogy fentről? Én ezt úgy hívom, hogy a teremtőmtől. Tehát a teremtőmtől. És kommunikációban állok velük, ami azt jelenti, hogy tudok információkat kérni tőlük, sőt, ha szükséges, egy ilyen fajta kommunikáció is létezik irányukba, hogy én kérdezek, ők válaszolnak, kérdezek, válaszolnak, kérdezek, válaszolnak. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy minden olyan dologra tudnak választ adni, ami a múlttal, a jövővel kapcsolatos, vagy akár a jelennel. A jelen az most csak esetén, az csak per pillanat jelen, a mostani jelen az már, mikor kimondtam már a múlt, utána rögtön. Szóval a lényeg az, hogy inkább úgy mondanám, hogy a jövővel, múlttal kapcsolatban, és tudom azt, hogy mi miatt, mi várható ezen a bolygón, és tudom azt, hogy itt nagyon sok embernek ezen a bolygón tévképzete van az emberiséggel, az emberek működésével, és az istenek létével kapcsolatban. Tehát ugye azért mondom, hogy istenek, mert a mi értelmezésünkben istenekről van szó. Tehát én voltam olyan, aki nem azt mondom, hogy nem hitt az Istenben, vagy istenekben, hanem inkább nem voltam róla meggyőződve. És én sok mindenben úgy vagyok, hogy szeretek meggyőződni dolgokról. Én nem tudom, te hogy vagy ez ebben a kérdésben, de próbáltam hinni, hogy van-e istenek, van Isten, istenek, de mondom, nem győződtem meg róla, hogy léteznek. És ugye én kerestem azokat a jeleket, ami megerősít abban, hogy ilyen lények léteznek. Ezt sokáig csináltam, hogy kerestem és találtam is jeleket, de a meggyőződés az még nem a jelek, hanem annál több. És lényeg az, hogy mikor meggyőződtem arról, hogy léteznek ilyen lények, akkor onnantól kezdtem el kapni olyan információkat, tehát attól a ponttól, a meggyőződésemtől kezdtem el kapni. Tehát ez párhuzamosan történt, ez a két dolog. Egyszerre történt, inkább úgy mondanám. Onnantól kezdtem el kapni információkat. Tehát ugye én még éltem abba a korszakban, amikor valaki ilyenekről beszélt, akkor azt mondták, hogy ennek valami baja van. Manapság ugye már kevesebben mondják ezt. Szóval lényeg az, hogy ezen a bolygón már voltak emberiségek. És minden emberiség, ami volt, 6 emberiség volt egyébként, minden emberiség, ami volt, az eltűnt. És nem azért tűnt el, mert eltüntette magát, hanem azért tűnt el, mert eltüntették. És ez minden esetben úgy történt, ez az eltüntetés, hogy kimentették azokat, akik megérdemelték, hogy kimentsék. De mit jelent a megérdemlés? Tehát egy felső világban, ugye ezt úgy tanítják, hogy mennyek, meg úgy tanítják, hogy pokol a lenti világ,
Tehát a mennyekben, a fenti világban, ott etikusak a lények. És nincs olyan, hogy lázadozás, nincs olyan, hogy mulasztás, nincs olyan, hogy etikátlankodás, ilyenek nincsenek. Mindenki teszi a dolgát, minden lény teszi a dolgát, és mindenki az etika alapján teszi a dolgát, ami annyit jelent, hogy most gondold végig, mit jelent az érdem, és följutna oda egy olyan ember, egy olyan emberi lélek, mert ugye nem az ember jutna oda föl, hanem a lelke. Tehát följut egy olyan lélek, amely nem etikus, lázadozó, amely mondjuk szeret mulasztani, szeret lustálkodni. Mit csinálna ott? Mindent magának akar, önző, ki akar használni más lényeket. Mit csinálna ott? Gondold végig. Milyen kárt okozna? Micsoda bajt okozna? Ezért ugye oda fel olyan lények juthatnak, olyan emberi lelkek juthatnak, akik képesek ezeket a dolgokat uralni. Tehát uralkodni az etikátlanságán, tehát hogy ne legyen etikátlan, uralkodni azon, hogy ne legyen lusta, uralkodni azon, hogy ne legyen mondjuk nem törődő, ne legyen mondjuk olyan, aki másoknak bajt okoz, kárt okoz. Tehát, mit tudom én, szeressen, képes legyen szeretni. Érted? Méghozzá feltétel nélkül. Tehát most gondold végig, azt mondod, hogy feltétel nélküli szeretetnél. Hogy tudnál itt bárkit feltétel nélkül szeretni? Főleg a rossz embereket. Na, ott nincsenek rossz lények. Ezért a feltétel nélküli szeretet az működik. Nyilvánvaló, én nem azt mondom, hogy te rajongjál egy elnyomóért. Oké? De ott fenn nincsenek elnyomók. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy egy olyan létforma, amely az etikára épül. A békére, a boldogságra, a szeretetre épül, érted? Onnan jöttünk, mint lelkek. És azért jöttünk, hogy ilyenek legyünk. És akkor kerülhetünk vissza, hogyha ilyenek leszünk. És erre volt jó pár ezer év, hogy ilyenné váljanak az emberek. És előtte is volt egy csomó emberiség, tehát hat, amely ugyanezzel a céllal volt itt. Ezt a bolygót az emberiség részére hozták létre. De ugye mi egy egyedi emberiség vagyunk a hét emberiség közül, mert mi, nekünk az elménk az kettős működésű. Az összes többi emberiségnek egységes működésű volt az elméje. Nekünk pedig kettős működésű. Tehát, hogy mi ez a kettős működés, most részletekben nem bocsánkozok ezzel kapcsolatban. Tehát lényeg az, hogy másak vagyunk, mint az előző emberiségek voltak. És lényeg, hogy ezek az emberiségek azért tűntek el a bolygóról, mert eljutottak oda, tehát minden emberiség fejlesztésnek volt határideje. Ami azt jelenti, hogy ha azon a határidőn belül sikerült teljesíteni a feladatot, az emberiség teljesítette a feladatot, akkor nem kellett volna elpusztulnia. De mivel nem teljesítették a feladatot, ezért elpusztították a testeket, a lelkeket nem, mert a lélek halhatatlan. Tehát a testeket elpusztították.
Ezért voltak ugye vízözönök, tűzözönök és egyéb más. Ugye a hét csapás közül lehetne felsorolni még továbbiakat is. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ennek az emberiségnek is, hogyha megnézed a mitológiát, és akár nem is az ismert mitológiát, hanem mondjuk az inka vagy a maja mitológiát, akkor azt látod, hogy ezekben van egy olyan, hogy az emberiség ideje mikor jár le. És ez az emberiség ideje 2012. december 22-vel lejárt. Azért vagyunk még, mert sok a jó ember, és még adtak további esélyt. Tehát ami azt jelenti, hogy úgy képzeljétek ezt a bolygót, mint egy kísérleti kutatóintézetet. Érted? Ahol a kísérleti kutatóintézetet finanszírozzák, mindenütt így van, külsőleg finanszírozzák, és meghatározott időn belül el kell érni a kutatás végeredményét. És ha meghatározott időn belül nem érik el a kutatás végeredményét a kísérletekkel, akkor bezárják a laboratóriumot. Na, ugyanez a Földünk. Oké? Ami azt jelenti, hogy a kísérlet folyik, de beavatkozások nélkül, ami azt jelenti, hogy olyan a beavatkozás, hogy csak kizárólag mentális beavatkozások vannak, és a fizikai beavatkozás is történik, csak azt az emberek azt hiszik, hogy nem történik. Tehát a mentális beavatkozás, azok az információk, ezt jelenti, mentálisan küldött információk. A fizikai beavatkozás pedig az, hogy minden egyes ember terelgetve van abba az irányba, ami a küldetése. Mondom, minden egyes ember a bolygón terelgetve van abba az irányba, amiért leszületett. Tehát van mentális és fizikai beavatkozás is, ami azt jelenti, hogy olyan lények csinálják a fizikai és mentális beavatkozásokat, akik szellemileg, tehát illetve nem szellemileg, hanem a érzékelésben nem érzékelhető. Tehát az öt érzékszervünkkel nem érzékelhető. Tehát magyarul szellemlények csinálják. A fizikai beavatkozást alacsonyabb rendű, felsőbb rendű szellemlények csinálják. Azért mondom, hogy alacsonyabb rendű, felsőbb rendű szellemlények, mert a felsőbb rendű szellemlények közt van 7 szint. Tehát 7 szint. És a fizikai beavatkozásokat a legalsóbb szinten lévő isteni lények csinálják. Akiket úgy hívnák egyébként, hogy úgy hívjuk, úgy hívunk, hogy angyalok. Jó, és a mentális beavatkozást, tehát szellemi beavatkozást, tehát információkat, aki erre képes venni, azokat pedig egy még magasabb szinten a felsőbb, ugye a isteni kategóriában felsőbb szinten, az azt jelenti, hogy lentről a harmadik szint. Azok, akik csinálják a mentális beavatkozást. Oké, tehát van beavatkozás, de olyan beavatkozás, amit az öt érzékszerveddel érzékelsz, olyan nincs. Oké? Tehát olyan nincsen. Tehát ha te itt tanulsz, majd vagy már tanulsz, ugye általában mindig élőben többen nézik azok, akik már itt tanulnak, mint akik nem tanulnak itt. Utána már nem így van, mert ugye az első rész többen nézik azok, akik nem tanulnak itt, mint akik itt tanulnak, de az idő, mire azok megnézik. Szóval, akik itt tanulnak, azoknak nyitottá kellene válni arra, hogy
kapjanak szellemi, tehát mentális beavatkozást. Oké? Ugye én tudom, milyen ez, és felettébb élvezem. Tehát ami azt jelenti, hogy hát ilyenektől nem kell félni, sőt, örülni kell neki, hogyha az ember eljut erre a szintre, hogy mentális beavatkozásban részesítik. De az a világ tévképzetű, aki azt gondolja, olyan ember, aki azt gondolja, hogy fenti lények olyan embereknek is adnak ilyen képességeket, tehát hogy beavatkoznak, akik nem érdemlik meg. Nem érdemlik meg. Tehát olyanná kellene válni, hogy az ember megérdemelje, hogy adnak neked információkat. Érted? Hogy hogy kell ilyennél válni, azt a második részben szoktuk tanítani, nem az elsőben. Jó, tehát lényeg az, hogy mi a gyakorlati haszna, ha valaki itt tanul. Nézzük meg, jó? De az egy dolog, hogy egy olyan világban élünk, hogy ennek a világnak eljön a vége elég hamar. Az azt jelenti, hogy 2022-höz képest még adtak 13 évet. Illetve ha jobban megnézzük, 12-t. Illetve nem 2012-höz, akkor az nem, az mennyi volt? 22. 22 évet. Mert ugye 2034 év végéig kellene aranykornak lenni. Oké? Tehát már 35-re aranykornak kell lennie. Oké? Tehát 2012-hez képest az ugye plusz 14 év. Vagyis 24 év, bocsánat. Nem, 22, bocsánat. Tehát 22. Visszairatkozom az iskolába. Jó, tehát 22 év. Megnézzük, 22 év nem kevés idő, de megnézzük abból, hát lassan eltelt a fele. Nem? Tehát hamarosan ugye a felénél tartunk. És ugye mi lesz 35-től? Egy olyan társadalmi forma, ahol elnyomás nélkül lehet tanulni. Tehát most miben jelentkezik az elnyomás? Tehát ugye egy szociális ember úgy működik, hogy élni és élni hagyni. Világos ez? Tehát élni, élni hagyni. Az antiszociális ember úgy működik, hogy élni. És ott nincs olyan, hogy élni hagyni. Oké? És 2035-től egy olyan fajta társadalomnak kell lenni, ahol nincsenek elnyomók. Ugyanis ez is egy szabály, hogy elnyomás alatt egy ember képtelen arra, hogy alkalmazza a tanultakat. Oké? Tehát bármikor úgy tanulsz, hogy közben elnyomásokat kapsz abban az időszakban, ugye ez mit jelent? Egy elnyomás érzelmileg hat az emberre. Oké? Tehát, hogyha olyanra kényszerítenek téged, amit te nem szeretnél, akkor azt te elnyomásként érzékeled.
Világos ez? Tehát ez lehet egy hangos szó, ami neked rosszul esik, az már egy elnyomás. Érted? Tehát bármi olyan dolog, ami neked rosszul esik, azt úgy hívjuk, hogy elnyomás. Érthető ez? És amikor te elnyomás alatt állsz, tehát még nem mentél ki abból az érzésből, tehát nem javult még meg az érzésed, tehát még ott van benned a rossz érzés, addig képtelen vagy bármilyen tanítást hasznosítani. Világos ez? Amikor kimész ebből az érzésből, és már nincs rossz érzésed, tehát nem állsz az elnyomás alatt, akkor ismét tudod használni a tanultakat. De azt, amikor az elnyomás alatt tanultál, azt nem fogod tudni hasznosítani. Világos ez? Csak azt, amit akkor tanultál, amikor nem álltál elnyomás alatt. Ez nagyon fontos információ. Én a helyedbe ezt fölírtam volna. Jó? Tehát még egyszer elmondom ezt. Jó? Mert ez nagyon hasznos. Tehát amikor rossz érzés van benned egy elnyomás következtében. Mindig, mikor rossz érzés van benned, az egy elnyomás következtében van. Jó? Az elnyomásnak egyébként több fajtája van. Nem kell jelen lenni egy elnyomónak, hogy te elnyomás alatt állj. Világos ez? Jó, tehát amikor rossz érzés van benned, akkor te elnyomás alatt állsz. És olyankor, mikor elnyomás alatt állsz, és tanulsz, nem tudod a tanultakat használni, mert nem tudod megjegyezni. Világos voltam. Ezért érdemes leírni dolgokat, hogy utána meg vissza tud nézni, mikor már nem leszel elnyomás alatt, hogy újra tanuld azokat, amit elnyomás alatt nem tudtál megtanulni. Jó? És ha például tanulsz, nem elnyomás alatt, ezért megjegyzed, de amikor elnyomás alatt alá kerülsz, akkor elfelejted a tanultakat. Majd mikor visszakerülsz az elnyomásból, és már nem vagy elnyomás alatt, akkor ismét tudod használni, amit nem elnyomás alatt tanultál. Világos ez? És akkor most már mondom azoknak, akik szerveznek itt tanulókat nálunk, hogy most már pontosan átlátod azt, hogy miért nem használnak emberek olyan tanultakat, amit tudod, hogy tanultak. Világos ez? Mert vagy akkor tanulták, amikor elnyomás alatt voltak, és akkor az mind füstbe ment tanulás, mind kiszállt az ablakon, vagy a kéményen, érted? Vagy éppen kellene használni a tanultakat, de elnyomás alatt áll az illető. Érted? Pedig akkor, amikor tanulta, nem volt elnyomás alatt. Na most akkor gondold végig, mire való az aranykor, ahol nincsenek elnyomók. Arra, hogy képes legyél töretlenül tanulni és töretlenül használni a tudást. Világos ez? De ebben is van egy kis prücök. Ugyanis a szociális emberek is elnyomoskodnak. Még akkor is elnyomoskodnak a szociális emberek, amikor nincs a közelükben elnyomó. Mert ugye van három típusa az elnyomottságnak, három típusa, amit most nem fogok elmondani. És mert ugye az már a képzés rész,
Mert ugyanis, amikor az ember valamilyen típusú elnyomottként üzemel, elnyomottként, akkor bizony hajlamossá válik továbbadni az elnyomást. És ehhez nem kell olyan, hogy jelen van egy elnyomó. Vagy nem kell olyan, hogy tudom én, közvetlen kapcsolatba kerüljön az elnyomással. Nem kell. Tehát egy ember képes úgy elnyomotti státuszba kerülni, hogy nincs elnyomó a közelében, senki nem nyomta el. Érted? Senki. És mégis elnyomottként érzi magát. Érted? Na ez annak köszönhető, hogy így működünk, amit az imént mondtam, hogy az elménk az másként működik, mint eddigi előző emberiségeknek. Oké? Van egy ilyen kettős működése az elménknek. És hát sajnos ennek a kettős működésnek a következménye az, hogy akkor is tud az ember elnyomás hatása alá kerülni, ha nem kapott elnyomást, és nincs az elnyomó a környezetében. Oké? Ezt akik itt tanulnak, részletesen tanulnak ezekről a dolgokról, hogy hogy, mint, merre, meddig van ez a dolog. Ezáltal, ha egy ember nem küszöböli ki az elnyomói működését, tehát ami azt jelenti, hogy kap egy elnyomást, és akkor elnyomottá válik, ha ezt nem küszöböli ki a szociális ember, akkor az aranykorba is képes elnyomoskodni. Oké? Úgy, hogy ő nem antiszociális ember, hanem szociális ember. És van egy rossz hírem ezzel kapcsolatban. Ahhoz, hogy az ember képes legyen felülemelkedni az elnyomáson, az kell 9 év tanulás. Miért pont 9 év? Mert minden évben, minden 12 hónapon keresztül, 365 napon keresztül gyakorolni kell egy bizonyos dolgot. Jó, az nem azt jelenti, hogy minden nap. Csak egy éven keresztül. Az egy dolog, az egy kicsit összetettebb, mint egy dolog. És ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 9 év alatt 9 olyan területet kell végig gyakorolnod, amit, ha nem gyakorolsz végig, akkor nem tapasztalsz meg olyan dolgokat, ami ahhoz kell, hogy olyan fejlődésen tudjál átmenni, hogy képes legyél uralni az érzelmeidet. Világos voltam? És ugye elsősorban a negatív érzelmeket kell uralni, nem a pozitívat. Tehát ha az ember nem tanul, nem fejlődik, nem válik olyanná, aki képes uralni az érzelmeit, tudti, hogy nem kerülhet föl, és nem mentik meg. Oké? Na most akkor nézzük tovább. Tehát az előző emberiségek úgy tűntek el, hogy kimentették azokat, akik érdemesek voltak arra, hogy kimentsék. A többiekre meg halál várt. Mit jelent az, hogy halál várt? Tehát a testük meghalt, a lelküket meg összefogdosták, és elvitték egy gyűjtőhelyre. A gyűjtőhely azt szolgálja a lelkeknek,
hogy utána újra inkarnálódhasson az illető. Tehát újra születhessen, beszülethessen a lélek egy újabb emberi testbe. Csak ennek van egy szörnyű vonzata, ennek az újra születésnek. Tudod micsoda? Hogy előtte, mielőtt megszületik egy ember, és ez mindig így volt az összes emberiség esetében, törlik az előző életi tudást. De van egy jó hír ebben kapcsolatban, hogy az előző életi tudást elmentik. Ezért ugye nagyon érdekes, ez az elme, elment. Ugye mikor elmentünk valamit, nem mikor elmegyünk, hanem elmentünk valamit. De kapcsolódik az elmenetelhez is, mert az elmenetel az valaminek a vége. Ugyanúgy az elmentés is valaminek a vége. Világos ez? Tehát ezért ugye ez a két szó kétértelmű, de mégis ugye hasonló jelentésű. Tehát fogták és elmentették, mielőtt törölték az előző életi tudásodat. Miért? Nagyon egyszerű a válasz, hogy visszakaphasd majd, amikor megérdemled, hogy visszakaphasd. De te nem ide a földre születtél, illetve nagyon kevesen születtek ide a földre, mint lélek. De valószínűleg te egy sokkal öregebb lélek vagy, mint 1,5 millió év. És előtte ilyen inkarnációs folyamat nem volt a világegyetemben. Volt. Ez egy kísérlet 1,5 millió éve, hogy inkarnálódjanak a lelkek, mert a lélek inkarnálódik. Ugye a tested az nem tud. És ez a kísérletre volt 1,5 millió év. Oké? És ez a kísérlet, ez a 1,5 millió éves kísérlet, ez lejárt. Két kísérlet volt. Kettő. Általában, amikor kísérleteznek, tehát a kísérleti kutatóintézetek, nekem dolgozott ilyenbe annak idején, mikor kezdte a munkát, még a 80-as években, kísérleti kutatóintézetben, általában két laboratóriumot csinálnak. Két külön csapat próbál eljutni arra az eredményre, amit szeretnének. Ezt úgy hívják, hogy kontrollcsoport. És az azt jelenti, hogy hamarabb és gyorsabban lehet eredményeket elérni, hogyha a két csoport csinálja a kutatást függetlenül egymástól. És mindenütt szakemberek csinálják természetesen. Szóval, ez azt jelenti, hogy biztos hallottál már egy olyanról, hogy párhuzamos világ. Ha nem, akkor mondom, hogy létezik ilyen. A párhuzamos világ nem azt jelenti, amit itt sokan feltételeznek ebben kapcsolatban. A párhuzamos világ azt jelenti, hogy párhuzamosan a Földdel és a naprendszerünkkel csináltak egy másik Földet és egy másik naprendszert. Oké? Okay? És ott folyt ugyanez a kísérlet, mint nálunk. Ebben a naprendszerben, itt a Földön. Tehát nem kizárólag a Föld a laboratóriumunk, hanem a naprendszerünk a laboratóriumunk. Jó? És nekik is ugyanúgy a kontrollcsoportnak szintén egy naprendszerük volt, van, és ugyanígy ott is egy föld
van központi szerepben. Tehát itt a naprendszerünkben még két fontos bolygó van, amely most szerepet játszik az emberiség életében. Ez a Vénusz és a Mars. Volt több is, csak azok most már nem játszanak szerepet. Szóval a lényeg az, hogy van egy kontroll, egy párhuzamos világunk, ami azt jelenti, hogy elindították a kísérletet két naprendszerben, és az egyikben már aranykor van. Csak ez nem a mi naprendszerünk. Oké? Ami azt jelenti, hogyha itt nem lesz aranykor, és akik ilyet kimenthetnek, azokat viszik abban a naprendszerbe. Tehát ott már aranykor van. Akik viszont itt maradnak, azok megérik a legnagyobb borzalmat, ami azt jelenti, hogy nem olyan szintű emberiség vége lesz, mint volt, hanem az azt jelenti, hogy átköltöztetik a lelkeket egy univerzum szélén létrehozott naprendszerbe, és ott egy Földhöz hasonló bolygóra. Miért? Mert a mi naprendszerünk a központhoz, ami körül forog az összes naprendszer a világegyetemben, ahhoz már túl közel van. Mit jelent a túl közel? Hogy azóta, mióta ezt a naprendszert létrehozták, azóta kiterjeszkedett az univerzum. Hiszen sok-sok milliárd évvel ezelőtt hozták létre ezt a naprendszert. És akkor ez az univerzum széle volt. És azóta tovább építették az univerzumot, és viszonylag közel vagyunk a központhoz, tehát azóta nagyobb távolság épült kifele, mint amikor a naprendszert létrehozták a központhoz képest. Világos ez? És ezáltal nem fenntartható a fentiek számára, hogy nem kellően magas rezgésű lények élnek ezen a bolygón. Mit jelent a nem kellően magas rezgésű lények? Az azt jelenti, hogy nem jó hangulatúak az emberek. Általánosan. Az általános hangulatú fokozatosan romlik, vagy folyamatosan romlik, vagy akár hirtelen romlik. Ezáltal az egész bolygó rezgése romlik, csökken. Tehát a romlás az a csökkenés. Tehát az a probléma, ezt biztos tapasztaltad már, hogy neked is van egy hangulatod, egy általános hangulatod. Minden embernek van egy általános hangulata. Azokkal érzed jól magad, akiknek közel azonos a rezgésük veled. Tehát magyarul a hangulatuk veled. Akiknek sokkal jobb a hangulatuk, mint neked, azzal nem érzed jól magad. Akiknek sokkal rosszabb a hangulatuk, mint neked, azokkal sem érzed jól magad. És ez nem csak az emberiségre igaz, hanem minden értelmes lényre. Oké? Ami azt jelenti, hogy az emberiségnek magas rezgésűnek kell lenni, mert a fentiek magas rezgésűek. Ez olyan, mint mikor te mondjuk jó állapotban vagy, és mondjuk a szomszédságádba költözik egy mondjuk
Nagyon rossz állapotú nagy család. Szerinted te jó fogod akkor érezni magad? Ki van csukva? Mit fogsz előbb-utóbb csinálni? Elköltözni. Vagy őket elköltöztetni. Oké? Okay? Hát ők nem elköltöznek, hanem akkor az emberiséget költöztetik ki. Világos ez? Tehát mit gondolsz, miért volt az sok ezer éven keresztül, nem sok, sok száz éven keresztül mondjuk, csak nem ezer éven keresztül, hogy a rossz rezgésű családokat kiköltöztették a település szélére? Oké? Okay? Fogták és kipaterolták őket. Most ugyanez vár az emberiségre, vagy felemeljük a saját rezgésünket. Egyféleképpen lehet felemelni a saját rezgését az emberiségnek, az embereknek. A tudás révén. Nincs más. Tehát bizonyára hallottál már olyat, hogy létrehoztak történelemben kolostorokat. Sőt, volt, akik remeteként éltek. Miért hozták ezt létre? Miért éltek remeteként az emberek? Hogy elzárják magukat a rossz rezgésű emberektől, és elzárják magukat a téves információktól, és a kolostorokban, vagy remeteként olyan dolgokat tanulhassanak, ami által visszakerülhetnek oda, ahonnan jöttek a fenti létformába. Oké? Okay? És eddig az emberiségnél sajnos ez így volt, hogy azok kerülhettek vissza jellemzően, akik vagy kolostorokba zárt térben tanultak, vagy remeteként elvonultak, és ott tanultak. És adtak egy olyan lehetőséget, nekünk adták ezt a lehetőséget, szó szerint nekünk, PPA-soknak, hogy felfejlesszük az emberiséget arra a szintre, hogy képesek legyenek etikusan élni. Oké? Ezt meg lehet csinálni. Csak ez sokan kell lenni. Sokan. Tehát sok embernek olyanná kell válni, aki képes átadni a tudását. Érthető ez? Tudását átadni. Miért nekünk adták? Nagyon egyszerű. 87-től kezdtem el foglalkozni emberekkel, üzletkötőként. 91-től kezdtem el csapatot szervezni, hálózatépítőként. 91-től. Azóta van saját szervezésű csapatom, és gyakorlatilag jóval több, mint 100 000 embert szerveztünk a csapatommal. Több 100 000 embernek vittünk el valamilyen életjobbító szolgáltatást, vagy hát jellemzően szolgáltatást, amivel foglalkoztunk eddig ugye ebben az időszakban. 93-tól tanítok, vezetek embereket. 93-tól. Az emberek és az élet működése területén, ha valakinek több információja van ezen a bolygón, az nem lehet sok ember. Tehát, ami azt jelenti, hogy gondold végig, azt mondja, hogy 30 óra egy hónap képzésünk, átlagosan, az azt jelenti, hogy egy évben az 360 óra, úgy durván. 9 év alatt az több mint 3000 óra. Tehát 3000 órányi, több mint 3000 órányi olyan tudás van, amit át tudok adni nektek, ami ahhoz kell, hogy az életben és az ember működésében teljesen otthon legyél. Egy dolog van,
amiről az imént beszéltem, hogy addig, míg nem tudsz uralkodni az érzelmeiden, míg nem tartod kezedben az érzelmeidet, most idézőjelben a kezedben, addig nehezen megy a változás. Érted? Akkor, mikor már egyre inkább tudsz uralkodni a saját érzéseiden, egyre könnyebben megy a változás. És ez a változás, ez abszolút pozitív természetesen. Na most gondold végig, hogy kaptál a fentiektől egy utolsó esélyt arra, hogy fejlődj, és létrehozzuk az aranykort ezen a bolygón, ahol az emberek úgy tanulhatnak, hogy elnyomóktól mentesen. Ugyanis az egy dolog, hogy az ember nem kap elnyomást. De olyan dolgokat kell tanulni, most gondold végig, képes vagy-e arra, hogy az energiából anyagot állíts elő? Mondom, az energiából. Erre most ugye mindenki azt mondaná, hogy nem. De a fentiek képesek erre. Érted? És nem ott kell megtanulni, hogy erre képessé válj. Hanem még ezen a bolygón kell megtanulni. És azt itt nem tudod megtanulni. Azt csak az aranykorba fogod tudni megtanulni. Érted? Az legtöbb embernek még az is nehézségekbe ütközik, hogy a saját életét irányítsa. Tehát a saját életét irányítsa. Gondold végig. Nem, hogy egy ilyen dolgot, mint amit az imént mondtam. Szóval, kaptál egy esélyt a fentiektől kaptad, hogy olyan emberré válj, aki képes másokat tanítani. Ilyenre 320 millió emberre lenne szükség, aki képes másokat tanítani. 320 millió. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki egyforma szinten fogja tudni tanítani. Van, aki magasabb szinten, van, aki kevésbé magas szinten. De ugye az lenne az ideális, hogy az emberiség 80%-a bekerülhetne az aranykorba. Ez most így ránézésre nagyon durvának tűnhet. Legalábbis az én számomra is még. Tehát itt egy a fontos, hogy minél többen bekerülhessenek az aranykorba. A fentiek azt vállalták, hogy mivel ők az élet urai, az azt jelenti, hogy a születésnek és a halálnak egyaránt az urai. Tehát, hogy mikor születtél, az tőlük függött. És hogy mikor halsz meg, az is tőlük függ, ha csak nem leszel öngyilkos. Azt meg nem javasolnám, mert az gyilkosság. Szóval a lényeg az, hogy mivel ők az életnek és a halálnak az urai, ezáltal, hogy ki mikor hal meg, az tőlük függ, és nem mástól. Az annyit jelent, hogy ha megnézed, szépen úgy történik a jelenlegi világ az elmúlt 3 évben lassan. Igen, mert 2020, 21, 22, ugye már 3 éve, hogy szépen növekszik a arányaiban növekszik az elhalálozottak mennyisége. Tehát számban is és arányában is növekszik.
Tehát százalékosan a százalék is nő. Ami azt jelenti, hogy vonják ki azokat az embereket, akik esélyük sincs, hogy bekerülhessenek az aranykorba. De nem vonják ki az elnyomókat. Mert sajnos a szociális ember úgy működik, hogy akkor mozgósítja magát, mikor már nagyon nagy baj van. És addig sajnos a szociális ember hajlamos arra, hogy míg nincs nagy baj, addig így eltespedjen. És ne nagyon akarjon csinálni semmit. De ha már nagyon nagy baj van, akkor kénytelen valamit tenni. És ezt, ha megnézed ugye a saját életedet, környezetedet, teljesen így van. És az, hogy nagyon nagy bajok legyenek, az kellenek sajnos a elnyomók. Csak tudod, mi a baj? Hogy mivel te nem tudod kezelni ezt az elnyomást, mert nem tanulsz itt, ezáltal nyilván akik itt tanulnak, azok ne vegyék ezt magukra. Tehát aki nem tanul itt, és kapja majd az egyre nagyobb és nagyobb elnyomást, nem fog tudni vele mit kezdeni. Semmit. Tudod, mit fogsz érezni? Hogy rohadt szarul érzed magadat. Ezt fogod érezni. És ugye mi azt látjuk, hogy akik tanulnak, fejlődnek, azok ebben az elnyomással egyre inkább tarkított világban nem, hogy rosszabbul, hanem jobban érzik magukat. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy itt minden eszköz megvan ahhoz, hogy az ember tényleg fejlődhessen. De hát, ha te úgy gondolod, hogy még kivársz, az nem az én problémám, hanem a tiéd. Mert nem az én időm, hogy én tanulok, fejlődök, hanem a tiéd. Arra, hogy tanulj és fejlődj. Érted? Na most gondold végig, olyan áron tanulhatsz, amiért semmilyen képzést nem kapsz a bolygón. Nem olyan drágán, hanem olyan kedvező áron. Jó? Tehát most még óránként tanulhatsz 330 forintért. Nyilván most nem óra díjban nézzük ezeket a dolgokat, havi képzéseink vannak, ezért havi díj van. De hát ami azt jelenti, hogy 30-at főszorozott 330-al, az 9900, nálunk ugye 9800 a havi tandíj. Az első hónap ettől eltér, mert durván kétszerese 19700 forint. Tehát 660 forintra jön ki az első hónap. Azért se kap semmilyen képzést bolygón óránként. És ezek a képzések, ha gyakorlati hasznát megnézed, ezeken a területeken mind segítségedre lesznek. Tehát ez azt jelenti, hogy a képzések hatására ezeken a területeken elkezdesz jobban boldogulni. De csodát ne várj. Tehát az, hogy egy hónap alatt te 180 fokot változzál, én még ilyet nem láttam. Rossz irányba láttam már ilyet, de jó irányba én még nem. Mert az ember még hamarabb is tud rossz irányba változni, mint egy hónap. Akár két nap alatt is. De jó irányba nem. És gondold végig. Ha az emberek nem tanulnak, nem fejlődnek, na hova jutnak? Egyáltalán mi a küldetésük? Miért születtek? Gondold végig. A legtöbb ember nem tudja, hogy mi a küldetése, miért született. Nem kéne tudni. Hm?
Tehát a legtöbb embernek ilyen tévképzete van azzal, hogy mi az ember szerepe itt a bolygón. Erről sokat beszéltem az elmúlt időszakban. Érdemes visszanézni a múltbéli díjmentes videókat. Szóval minden képzésünk azt segíti, hogy te jobbá, hatékonyabbá tudjál válni. Tehát én piacvezetői pozíciót tudtam elérni anyagi téren, három olyan területen, ami anyagi dolgokhoz kapcsolódott, és piacvezetők vagyunk most itt a szellemi téren is. Ami azt jelenti, hogy összetudtam, egy kalap alá tudtam hozni az anyagi tanításokat és a szellemi tanításokat. Tehát ami azt jelenti, hogy itt az anyagi téren is kapnak az emberek képzéseket, és a szellemi téren is kapnak képzéseket. Egy helyen. Ha megnézed, ez teljesen külön van a világon. Teljesen. Vagy anyagi téren jó valaki, vagy szellemi téren jó valaki. De olyan, hogy mind a két területen jó legyen valaki, azt én csináltam meg először a bolygón. Oké? Tehát erre úgy azt szoktam mondani, hogy csináld utánam nyugodtan. Jó, tehát egy olyan világban élünk, amit nem várhatunk, hogy jobbá váljon, ha nem teszünk érte, hogy jobbá váljon. És mi itt összefogtunk? Azért, hogy egy jobb világunk legyen. De nem úgy, hogy hőbörgünk, nem úgy, hogy be akarunk kerülni a parlamentbe, meg hasonló módon, de ahogy is. Hanem úgy, hogy magunkat fejlesztjük, és a környezetünkben lévőket fejlesztjük. Nyilván, aki nyitott erre, aki nem, nem akarjuk mi megerőszakolni őket. Milyen egyszerű. Mindenki a saját életének a kovácsa. Mindenkinek döntési joga van avval kapcsolatban, hogy akar-e fejlődni, vagy nem akar. És mi ezt tiszteletben tartjuk. Valaki nem akar, semmi gond. Lehet, hogy rosszul fog nekünk esni, mikor nem jut be az aranykorba, de nem fog bejutni az aranykorba. Oké? Mert ugye ő neki nem fog rosszul esni, mert nem éli meg az aranykort. Érted? Ő nem gondol arra, hogy na azért nem éltem meg az aranykort, mert nem tanultam. Eszébe se fog jutni. Pedig azért nem fogja megélni. És most nyilván nem a 90 évesekre gondolok, nem arról van szó, hanem az a generáció, aki még akkor se lenne túl idős, mikor az aranykorba kerülne. No, tehát körülbelül ennyi fért bele itt az első részbe, én visszaadnom a szót a házigazdáinknak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, örülök, hogy itt Gondorfán ilyen sokan megjelentetek, szeretek mindig ide jönni közétek. Úgy jövök nem sokára megint, ugye jövő héten szerdán, akkor is leszek. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a mai értékes előadást. Ma már tudom, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem, és hogy azóta is itt tanulok. És az előadás során megértettem, az elején mondtam, hogy mikor meghallgattam Szedlacsik Miklós első előadását, hogy egyből azonosulni tudtam azzal a gondolattal, amit ő képviselt. És most esett le, hogy miért volt ez. 2009 és 2011-12 között olvastam egy könyvsorozatot, ami rádöbbentett arra, hogy teljesen fordítva élünk ebbe a világba, és ezt a fordított világot
ránk akarják erőltetni, és közben, tehát vállalkozóként éltem, és nagyon sok mindent megtapasztaltam, hogy nem úgy van, ahogy mondják. És elolvastam azt a könyvsorozatot, és annak hatására mi ide költöztünk Kondorfára. És megpróbáltunk az szerint, az elvek szerint élni. És meg kellett tapasztalni, hogy nem működik úgy, ahogy mi azt szerint akartunk élni. És most jött a felismerés, hogy miért is nem működik. Mert elvittek bennünk akkor is az érzelmeink, sajnos még most is, pedig már 5 éve itt tanulok, de... Tehát ez nagyon nehéz dolog. Tehát mindenki gondolja végig, hogy hányszor viszi el az érzelem, tehát annak ellenére, hogy tanulunk, mert nagyon sokan tanulunk már itt, és még tehát ez nagyon nehéz meg, tehát hogy a gyakorlatban, mert így elméletben meg lehet tanulni, de hogy a gyakorlatban ezt tudjuk alkalmazni, az nagyon-nagyon nehéz. És tulajdonképpen az a könyvsorozat, amit olvastam, ezt csak utána tudtam meg, hogy arról a párhuzamos bolygóról szól, ahol most már aranykor van. És azok az életképek, amiket abban leírtak, azok nagyon belém ivódtak. És mióta azt a könyvet elolvastam, tehát próbáltam úgy élni. Tehát, hogy az embereknek azokat a értékeket, vagy... Tehát én is szeretném azt képviselni, és azokat átadni, hogy egy olyan világot valósítsunk meg, ami... Tehát ahogy abban le volt írva. És ez most, köszönöm szépen, ez nagyon nagy felismerés volt. És tehát innen tudom, hogy azért, tehát meghallgattam, és egyből éreztem, hogy nekem itt a helyem. És aki szeretne egy ilyen boldog világban élni, szeretné magát, tehát azt kell tudni, hogy mindig először saját magunkat kell megváltoztatni. Tehát, hogyha úgy beszélnek velünk, az nem nekünk szól, amit az a másik ember mond, ha úgy mondja, hanem az, ami ő benne lezajlik. És én ezeket nagyon sokáig nem tudtam kezelni, mert mindig magamra vettem azokat a dolgokat, amiket mondtak. És tulajdonképpen itt a szervezés során kerülünk kapcsolatba olyan emberekkel, akik megtanítanak bennünk arra, hogy felismerjük saját magunkba azokat a rossz tulajdonságokat, amikkel rendelkezünk, és amelyek meggátolnak abba, hogy egy boldog életet tudjunk élni. Azt javaslom neked, aki most hallgatja az előadást, hogyha szeretnél boldog életet élni, akkor gyere tanulni, és sajátítsd el azt a tudást az ember és az élet ismeretével kapcsolatban, amit szerintem senki nem tanított még neked. Mert nem tudom, hogy van-e itt köztetek olyan, akinek mondjuk a szülője elmondta, hogy fiam, hogy működsz. Ha veszünk egy akármilyen legegyszerűbb háztartási gépet, írnak róla több oldalas használati utasítást, mire kell figyelni, mit ne alkalmazzál, vagy ne csináljál, de mi emberekről, kinek mondta el valaki, hogy működsz te? És itt a Nyílt Akadémián, itt ezt mind megtanulhatjuk, és ezáltal egy sokkal boldogabb életet élhetünk. Én is egyetértek Jácinttal, hogy ez volt életünk legjobb döntése, hogy
ide jöttünk a Nyílt Akadémiára tanulni. Sokszor mostanában már magam is elcsodálkozom azon, hogyha amikor kérdéssel fordulnak hozzám, vagy tanácsért, hogy rendszerint tudok válaszolni. Hát ez régen nem így volt, mert én is kerestem a válaszokat sok mindenre, de ez nagyon-nagyon jó érzés, amikor ezáltal, hogy már van tudásom, és még nem tanulok 9 éve, csak 5 éve, de már mégis ahhoz képest, ahonnan elindultam, ahhoz képest sokkal nagyobb tudással rendelkezünk. Korábban is részt vettünk együtt különböző tanfolyamokon, de egyik tanfolyamon sem kaptunk ilyen gyakorlatban használható tudást, és tehát mivel nem adott olyan tudást, ezért olyan önbizalmat sem adott, mint amit itt kapunk. Mert ugye minél több tudásunk van, ezáltal az önbizalmunk is nő, és nem az egónk. Ezt azért mondom, mert én sem rendelkeztem, mint felismertem most már utólag, elég nagy önbizalommal, de annál nagyobb egóval. És ez egy csodálatos dolog, amikor látjuk saját magunkon, hogy hogyan változunk, hogy az egyik énünk hogyan csökken, azáltal, hogy a másik növekszik bennünk. És ez a jó irányba billen a mérleg ez ügyben. És pont ezért nagyon hálás vagyok, hogy ide vezettek a fentiek minket, és azért Szedlacsik Miklósnak is hálás vagyok, hogy a tudásával, az elhivatottságával nap mint nap tesz értünk, és az emberiségért, hogy egy jobb világban élhessünk. És én is azt javaslom annak, aki nézi vagy hallgatja ezt az előadást, és még nem tanul itt, hogy dönts a fejlődésed mellett. Mert ha most nézed ezt az előadást, ugye nem gondolod azt, hogy véletlen. Ha nem hiszel a véletlenekben, akkor azt is tudod, hogy semmit nem tesznek eléd a fentiek ok nélkül. Ugye ezt hallottuk Szedlacsik Miklós előadásában is az imént, hogy mindent okkal tesznek oda eléd, mert a fejlődésed irányába akarnak löködni, arra akarnak terelgetni, hogy jó irányba menj. Tehát akkor valószínűleg dolgod van itt ezzel. Talán ugyanúgy, ahogy minket, téged is ide vezettek. Tehát itt a helyed. Szükség van arra, hogy tanulj. És hogy hogyan lehet itt tanulni. A képzéseken, élőben, online az interneten részt lehet venni, tehát nem kell sehová elmenni. Minden héten szerdán 18 órától, vasárnap 16:30-tól vannak az élő előadások. Ha valaki ezeket nem tudja élőben megnézni, akkor utána a weboldalon felvételről is vissza lehet nézni. Később a jegyzet és a hanganyagok letölthetők. Egy havi képzésünk, ahogy már Szedlacsik Miklós is elmondta, 30 óra, az első havi tandíj 19.700 forint, ez 660 forintra jön ki óránként, a második hónaptól pedig 9.800 forint, 330 forint per óra, amit azt szoktam mondani, hogy biztos tudjátok ti is az idén már, hogy egy gombóc fagyit sem lehet kapni. Ezt nagyon sajnálom, mert szeretem a fagyit. És erre 35 havi árgarancia van, aki elkezdi, ugye minél előbb, mert mi már tudjuk, hogy március 1-től tandíj emelkedés lesz, de aki még most elkezdi, az ezen az áron még 35 hónapig élvezheti az itt tanulást. Az élet minden területére kiterjedően 26 témát ölel át a képzésünk, és a különböző témák körforgásban következnek egymás után, tehát így bármikor be lehet csatlakozni, nem kell megvárni, hogy mikor kezdjük majd megint az elejéről. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy mióta itt tanulunk ebbe az 5 évbe, nyugodtan kijelenthetem, hogy többet fejlődtem, többet változtam, mint az előző 50 évben. Tehát.
Ezért rám is igaz. A szünet után önbizalomteremtő coachképzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik, és majd... És szeretnénk mondani, mivel közeleg a karácsony, és nagyon jó itt a csapat és a hangulat, a lányok, hölgyek, anyukák, egy kis, meg egy férfiú is, szeretnének kedveskedni nektek egy kis jó hangulattal, és egy kis műsorral, és nagyon nagy szeretettel ajánljuk nektek. Elköszönöm tőletek!